Könyörgünk tehát hozzád, Urunk, áld meg ezt a keresztet, hogy híveid, akik az üdvösségnek a jelére feltekintenek, nyerjék el a megváltás gyümölcseit. Ezekkel a szavakkal áldotta meg Veres András megyés püspök a nádorvárosi temetőben felállított új keresztet. A temetőben az úgynevezett láncos kör korábban elhanyagolt volt. A régi aszfaltos utat elbontották, és helyette új térköves területet alakítottak ki. A körtér belsejébe állították a keresztet, amely így körbesétálható lett. Tényleg egy gazos terület volt, töredezett aszfalttal, itt térkövezés történt, sziklakerti megoldással készítettük el ezt a kört, és egy nagyméretű keresztet felállítottunk, ami már minden szentekre itt volt, és lehet látni, hogy már akkor is gyertyagyújtási, emlékezési helyszínné vált, és most is vannak kint gyertyák. Az volt a cél, hogy egy kicsit megpihenni lehessen, itt kikapcsolódni, hogyha már a temetőbe eljövünk leülni, megnyugodni itt egy pillanatokra, és székeket is helyeztünk ki pont ezért, ami nem volt, a közvilágítást kicseréltük, egy új kutat helyeztünk ki, hogy legyen vízvételezési lehetőség a virágokhoz. A cél az volt, hogy a temetőbe látogatók méltóképpen emlékezhessenek meg elhunyt szeretteikről. Az emberek, akik rendszeresen kijárnak, vagy akár rendszertelenül az elhunyt hozzátartozóikhoz, és lélekben ez egy rendkívül mély kapcsolat, akkor a helyszínnek is olyannak kell lenni, hogy az méltó legyen erre a megemlékezésre, amit nap mint nap az ember a hozzátartozóival, elhunyt hozzátartozóival próbál kialakítani. Elhangzott, az elmúlt időszakban az önkormányzat csaknem 200 millió forintot költött a sírkertre, ami azt jelenti, hogy minden idők legnagyobb temető rekonstrukciója zajlik a városban.